Ügyes feladás, majd leütés. Jár is érte a pont. Igazi nyári melegben mérkőzhettek meg egymással a strandröplabda csapatok a 13. Campus Sportfesztiválon Debrecenben. A felsőoktatási intézmények egyik legkedveltebb sporteseményén emellett kispályás labdarúgásban és 3x3-as kosárlabdában is megküzdhettek ellenfeleikkel a résztvevők. A Campus Fesztiválhoz kapcsolódó kétnapos program elsődleges célja, hogy népszerűsítse a sportolást, a rendszeres testmozgást és az egészséges életmódot. A Debreceni Egyetemnek azt gondolom, hogy ez mindig is a fő két célkitűzése egyike volt, és azt gondolom, hogy nagyon jó beleillik ebbe a koncepcióba. 2 év múlva lesz az Európai Egyetemi Játékok, mely Debrecen és Miskolc közösen rendez. Ez egy teljesen más jellegű rendezvény, a nagyságát tekintve, de a hangulatát, az imidzsét tekintve azért nagyon hasonló. Az idei évben rekordszámú résztvevője volt a rendezvénynek. Több mint 30 egyetemről több ezer sportoló érkezett a Debreceni Egyetem atlétikai klub pályáira, többek között Győrből és Szegedről is. A jó hangulatú sportfesztivál zárásaként a legjobbak ünnepélyes keretek között vehették át díjaikat.